Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. április 2-án kedden. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Aktualitások a Mezőtúri Móricz Zsigmond könyvtárról. Véradás a Kossuth Lajos általános iskolában. Női kézilabda mérkőzés a Városi Sportcentrumban. Víg Gabriella, a Móricz Zsigmond könyvtár gyermekkönyvtárosan nyilatkozott stábunknak a könyvtár aktualitásairól, ezen belül a programokról, a rendezvényekről, a versenyekről és még sok más érdekességről. Milyen aktualitásokat tudnál mondani a tévénézőknek a városi könyvtárakról? A Mezőtúri Móricz Zsigmond könyvtár, városi könyvtár szeretettel várja kicsiket és nagyokat, fiatalabbakat és öregebbeket. A könyvtárunkban mindenkit, aki szereti a könyveket, szeret olvasgatni, szeret esetleg társas játékozni, vagy egyszerűen csak szeretné eltölteni hasznosan az idejét egy csendes és nyugodt helyen. Van ugye felnőtt részlegünk, gyermek részlegünk és zenei részlegünk is, úgyhogy lehet válogatni a lehetőségek közül. Nagyon sok jó könyvünk van. Az újdonságok is megtalálhatók nálunk, és nem csak szépirodalmi, hanem szakirodalmi gyűjteményünk is. Igen gazdag. Az óvónéniknek, tanítónéniknek, tanárnéniknek, illetve bácsiknak is sok könyvet tudok ajánlani, amelyek az oktató munkájukat segítik. És a szülők számára is rengeteg sok jó könyvünk van, amelyek segíthetik őket a gyermeknevelésben. Úgyhogy mindenki megtalálhatja a kedvére való könyvet. Vannak szervezett programjaink, amire csoportokat várunk, amiket a tanítónénik, óvónénik, tanárok hoznak be a könyvtárba. A következő foglalkozásokra tudjuk őket meghívni, óvodásokat, kisiskolásokat, könyvtárhasználati foglalkozásokkal várjuk, kézműves foglalkozásokra jöhetnek, évszakokhoz, ünnepekhez, jelesnapokhoz köthető foglalkozásokat tudunk nekik ajánlani, mesés, állatos foglalkozásokon játszunk velük. A felsősöknek nagyon jó foglalkozásaink vannak, a felnőtt könyvtárban rendhagyó irodalmi órákra kerülhet sor, Petőfi Sándorról, Móricz Zsigmondról, Badár Balázsról. Van múltunk tanúi előadásunk, Mezőtúr köztéri műalkotásairól, emlékhelyeiről. A könyvtár használati óra nyilván a felsősöknek is előkerül, és nem csak hagyományos formában, hanem interaktív, okos eszközök használatával is, és ezt nagyon szeretik a gyerekek, járkálhatnak az egész épületben, felfedezhetik a könyvtárat. A hatodik osztályosoknak van egy egri csillagokról szóló, összefoglaló óra lehetősége, illetve hát, ha van idejük, társas játékozni is bejöhetnek. Ezekre a foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges, hogy elő tudjunk rájuk készülni. Évek óta működik a könyvtárunkban a Tudor Klub, amit Gecov Gabriella tanárnő tart. Minden évben egy általános iskolai negyedik osztályt választunk ki, akik eljönnek erre hetente egy alkalommal, és különféle társas játékokat, közösségi játékokat és fejlesztő játékokat próbálhatnak ki, és az tanév végén pedig egy kupát rendeznek, ahol összemérhetik a gyerekek a tudásukat ezekben a társas játékokban. Minden tanévben vannak olyan osztályok, akik kézműves foglalkozásra jönnek hozzánk heti vagy két hetente rendszeresen. Az évszaknak megfelelően mindig hívunk egy-egy osztályt, ami látszik is, mert az ablakokat szépen kifestik, mindig nagyon vidámra sikerednek ezek az alkotások, és mindenki gyönyörködhet benne kívülről és belülről egyaránt. Vannak olyan foglalkozások, amelyekre nem
iskolai, óvodai csoportokat várunk, hanem a gyerekek maguk, vagy a kisebbek szülőkkel. Jöhetnek ilyen például a mocorgó maszatoló foglalkozás, ami csütörtökön, két hetente csütörtökönként kerül megrendezésre. Ezen másfél-három éves gyerekek vehetnek részt a szüleikkel, ahol mesés, zenés, fejlesztős foglalkozásban lehet részük, szülőkkel együtt persze. Meghirdettük a játékszombatot, ami azt jelenti, hogy szombaton a nyitvatartási időben bejöhetnek a gyerekek, akár felnőttek, csoportosan, vagy esetleg itt találkoznak, és a könyvtár által biztosított társas játékokkal, táblajátékokkal játszhatnak. A téli időszakban meghirdettük a mesés hétfőket, ahova szintén a szülők jöttek a gyerkőcökkel, és együtt hallgatták meg az óvónénik, tanítónénik, magánszemélyek, illetve könyvtárosok által mesélt meséket, bábjeleneteket, vagy dramatizált történeteket. Nagyon jól sikerültek ezek a foglalkozások, és szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek, és örömet szereztek a gyerekeknek és a szüleiknek. Segítjük a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület munkáját is, akik meghirdettek egy helytörténeti vetélkedőt Őrizzük Mezőtúr emlékeit címmel, és a könyvtárban kihelyeztünk helytörténeti dokumentumokat, amelyekből a jelentkezők felkészülhetnek a későbbi versenyre. És végezetül azt szeretném még mondani, hogy figyeljék a honlapunkat, illetve itt a házban a plakátjainkat, innen tudnak tájékozódni aktuális programjainkról. Véradás zajlott a Kossuth Lajos Általános Iskolában március 27-én 9 órától. A részletekről Körmendi Andrea, a Magyar Vöröskereszt munkatársa nyilatkozott stábunknak. Véradás zajlik március 27-én 9 órától a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Mit lehet tudni a részletekről? A Kossuth Lajos Iskolában ez már a hatodik véradás, tehát már három éve járunk ide véradásra. Az iskola kért föl bennünket a legelső alkalommal, hogy szeretnének egy véradást szervezni itt az iskolában, hiszen náluk van egy pontverseny, ami egész évben zajlik, és a véradás is ennek egy része. Tehát a minden osztálynak véradókat kell toborozni, és akkor ugye ezért ők pontot kapnak. Melyek azok a dokumentumok, amelyekre mindenképpen szükségük van a véradóknak, ha a véradásra érkeznek? Véradásra mindenképpen hozni kell a személyigazolványt, lakcímkártyát és a tajkártyát. Tehát ezt mindig kihangsúlyozok, hogy ezek a dokumentumok kellenek véradás. Első véradónak mindenképpen eredeti igazolvány szükséges. Többszörös véradóknak már elfogadják azt is, hogyha fénymásolata van a tajkártyának, illetve hogyha ha bemondja a taj számát, de első véradónak mindenképpen szükséges, hogy eredeti dokumentum itt legyen. És melyek azok a kizáró okok, amelyekkel mindenkinek tisztában kell lennie, ami mellett tilos vért adni? Van egy gyógyszerlista, elég hosszú, azt meg lehet nézni, tehát minden véradáson itt van, ki van téve közszemlére, vannak különböző gyógyszerek, amikkel nem lehet vért adni. Ez elég hosszú, ezt úgy fejből nem is tudom, viszont amivel lehet ugye a vérnyomás csökkentő, tehát ez is sokszor kérdés szokott lenni, hogy vérnyomás csökkentőt szerek adhatok-e vért? Igen, azzal lehet vért adni. Gyulladáscsökkentők szedése után, antibiotikum szedése után bizonyos ideig nem lehet. Illetve ugye a műtét szokott még kizárók lenni, tehát műtét után egy fél évig, tetoválás után egy fél évig nem szabad, füllyukasztás után nem szabad egy fél évig vért adni, tehát azért vannak különböző kizárókok. Minden véradásnál ugye van egy kérdőív, amit ki kell tölteni, és akkor utána doktor úr fogja majd végül is eldönteni, hogy adhat-e vért az illető vagy sem. Az elmúlt időben esetleg nőtte a véradók száma? Hát általában úgy állandó szokott lenni, tehát ugye mindig egy olyan 50 főre készülünk,
januárban sokkal több volt, februárban sokkal kevesebb. Tehát ugye a február azért egy elég zűrös időszak szokott lenni itt az influenza járvány miatt. Már ezen túl vagyunk, itt a márciusi, ez egy meghosszabbított véradás, tehát most 9-től ugye 4:30-ig várjuk a véradókat. Aztán a következő véradások, ugye jövő héten szerdán ismét lesz egy véradás, ami ifjúsági véradás, tehát ide nem csak a diákokat várjuk, ugye a felnőtteket is, de egy olyan 50 környékén szokott lenni a létszám. Március 30-án női ifjúsági kézilabda mérkőzés zajlott, ahol a hazaiak a Békés Csaba csapata ellen játszottak. A végeredmény 27-23 lett a vendégcsapat javára. Ifjúsági női kézilabdásaink szombaton hazai pályán fogadták a Békés Csabai kézilabdásokat a női ifjúsági 3. osztály 17. fordulójában. A mérkőzés első támadásaiban egyik fél sem tudta gólra váltani helyzeteit, de egy gyors labdajárást követően a mezőtúriak szerezték meg a vezető találatot. Az első félidőben mindkét csapat nagy iramot diktált, és végül a vendégeknek sikerült érvényesíteni akaratukat. Egy izgalmas félórát követően a Békés Csabaiak örülhettek jobban. A félidő eredménye mezőtúri AFC Szincsent a 12, Békés Csabai előre NKS 15. A második félidő első találata a vendégeknek sikerült megszerezniük, és ezzel már 4 gólra növelték előnyüket. A miáiknak többször sikerült visszajönniük a meccsbe, de a Békés Csabai védelmet csak nagyon nehezen tudták feltörni. A második játék részben a lehetősége ugyan megvoltak a hazaiaknak, ám hátrányukból nem igazán tudtak ledolgozni. Így a 4 pontos előnyüket megtartva a Békés Csabaiak nyerték a találkozót. Végeredmény, mezőtúri FC Szincsent a 23, Békés Csabai előre NKS-e 27. A hazai pályán elszenvedett vereség miatt viszont nincs sok idő búsulni, hiszen április 5-én pénteken Turkövei csapat ellen idegenbe lépnek pályára kéziseink. Jelenleg a tabellán 1 ponttal lemaradva a Turkövei csapattól, 18 ponttal a 8. helyen állunk. Így jövő héten nagy küzdelem várható a 7. helyért. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!